Nyírpazony, Gemzse, Pap. Csak néhány azok közül a települések közül, amelyek részt vettek pénteken a második alkalommal, ezúttal Kisvárdán megrendezett Szent András napi disznóvágáson. Különösen jó volt a hangulat a Demecseri önkormányzat sátránál. A városról elsősorban a káposzta jut az ember eszébe, természetesen az sem hiányozhatott a felkínált ételek közül. Mi is elhoztuk Demecserből azokat a nevezetes kajákat vagy ételeket, ami ilyenkor a disznótoros hagyományokat őrző ételeknek a rendje közé tartozik. Készültünk hagymásvérrel, tokaszalonnával, császárszalonnával, toroskáposztával, kurkával, kolbásszal, borosteával, forradt borral, és így próbáljuk Demecsernek a konyhájának a magas színvonalát megmutatni itt Kisvárda lakóinak is. A disznóvágásnak ősi hagyományai vannak Magyarországon, az utóbbi években, évtizedekben azonban megritkult ez a szokás. Az esemény egyik fő célja az, hogy ez a közösségi élmény újra reneszánszát élje. A hagyományaink őrzése, illetve a hagyományaink ápolása az nagyon fontos. Tehát a megmaradásunknak az áloga az, hogy azt az örökséget, amelyből mi is születtünk, azt őrizzük és továbbadjuk az utánunk következő nemzedékeknek. És ehhez kiváló alkalom egy-egy olyan hagyományőrző rendezvény, ahol meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk és amelyekből lettünk. És hát a Szent András napi disznóvágás is pontosan egy ilyen nap, hagyományunknak a része, az ősi hagyományainknak a része, és annak a paraszti kultúrának a része, amely paraszti kultúrának és paraszti tudásnak nagyon nagy jelentősége van, és nagyon nagy jelentősége volt a régi időkben is. A fesztivál arra is jó lehetőséget adott, hogy a megyei gazdák megvitassák azokat a kihívásokat, amelyekkel idén meg kellett küzdeni a mezőgazdaságban, és beszéljenek a következő időszak feladatairól. Ugye vidékről beszélünk, és azokat a problémákat meg tudjuk itt beszélni egymás között, ami valakinek kudarc, vagy a másiknak siker volt, eszmecsere folytatódik, illetve a jövő elképzeléseikről beszélgetünk, mi várható a mezőgazdaságban, illetve barátkozunk, kötetlen beszélgetéseket, olyan emberekkel ismerkedünk meg, akivel máshol nem találkoznánk, úgyhogy egy nagyon fontos és hasznos tanácskozást várok ettől a mai napról is. A disznótoros fesztivál egyik fontos része volt a Magyarok Kenyere Adománygyűjtő program átadója. Bár az idei aszály nem kedvezett a búzatermésnek, ez a gazdák adakozó kedvét nem befolyásolta. Országosan több mint 1000, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig több mint 25 tonna búza gyűlt össze. Az ebből készült lisztet rászoruló emberek, valamint az őket segítő szervezetek kapják, de jelentős mennyiség jut belőle a Kárpátalján élőknek is. Borzalmasan nehéz évünk volt. Aszály, háború, Covid utáni állapot, árrobbanás, és mégis az emberek az előző évhez hasonló mennyiségű gabonát tudtak összeadni az egész Kárpát-medencében. Ezentúl nagyon köszönjük azoknak az állampolgároknak, akik nem gazdálkodtak ugyan, de pénzadományokkal segítették a programot, segítettek bennünket abban, hogy ne csak gabonát, hanem tudjunk például gyümölcsöt, zöldséget, burgonyát vásárolni és átjuttatni, főleg Kárpátaljára vagy a rászorulókhoz. A fesztivál egészen kora estig tartott Kisvárdán, a nap folyamán a jó hangulatról mulatós énekesek gondoskodtak.